Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek, polgármester, hölgyek, polgármester urak! És köszöntöm Önöket a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodájának működését biztosító Államreform Operatív Program keretében megrendezésre kerülő nyitó rendezvényen. Az Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése című kiemelt projekt stratégiai célja, hogy ahogy már a bevezetőben elhangzott, én is szeretném megismételni, hogy a Belügyminisztérium egységes keretrendszerben kövesse nyomon és segítse az önkormányzati szektor által tervezett és végrehajtott Európai Uniós forrásokból megvalósuló beruházásokat és az Európai Uniós tagságunkból eredő kötelezettségek teljesítését ezáltal hatékonyabban tudjuk megvalósítani. A stratégiai és fenntarthatósági gondolkodás erősítésével támogassa az uniós források felhasználásának hatékonyságát és az unió által elvárt feladatok határidőben történő megvalósítását. Természetesen ez az alapvető célja a projektnek. Célja továbbá, hogy csökkentse az Európai Uniós források szabálytalan felhasználásából fakadó visszafizetési kötelezettségeknek ugye a megakadályozását, illetve annak csökkentését. Illetve elkerüljük az uniós kötelezettségszegési eljárások előfordulásának lehetőségét. Tehát ennek a projektnek alapvetően ezek a céljai, hatékony fejlesztés, hatékony beruházás, megvalósulás, a szabályok betartása és az Európai Uniós előírások maximális figyelemben vétele és annak határidőben történő megvalósítása. A hatályos, tehát az új önkormányzati törvény kötelezően írja elő a települési önkormányzatok számára az egészséges ivóvíz biztosításáról szóló gondoskodást. Az Európai Uniós tagsággal összefüggésben vállalt kötelezettségek, például a ivóvíz szolgáltatás, hulladékkezelés, energiahatékonyság és azok megvalósulásának vizsgálata kulcsfontosságú lesz, és most is az, de kulcsfontosságú lesz a következő években, hiszen az uniós tagságunkból, illetve az időközben a tagállamok által elfogadott és vállalt kötelezettségekből származnak ezek, nem teljesítésük esetén, ahogy már elmondtam, a nem teljesítő országok büntetésre számíthatnak, és még az is előfordulhat, hogy emiatt elesnek az Európai Uniós támogatások egy részétől. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 2012. júliusában kezdte meg működését a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodája, melynek a működésére a már említett új önkormányzati törvény 16-os paragrafusa adott felhatalmazást. A kormány, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség kapcsán a határidőben történő teljesítés céljából szeretne segítséget nyújtani azoknak az önkormányzatoknak, szervezeteknek, akik ezt igénylik, annak érdekében, hogy a kötelezettség teljesítve legyen. A Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodájának kiemelkedő feladata az ivóvíz minőségjavító programban résztvevőknek a segítése. Nem az ellenőrzése az iroda feladata, hanem alapvetően a koordináció, a problémák feltárása, a megoldások elősegítése, közreműködés az akadályok leküzdésében, legyen az egy engedélyezési eljárás, vagy közbeszerzési probléma, vagy más egyéb akadály. Munkájukat jelentős figyelem kíséri, mivel 2012. december 25-én az Európai Unió által az egységes ivóvíz biztosítására vonatkozó részleges derogáció határideje letelt. A különböző intézkedések együttes alkalmazása mellett jelentős előrelépést értünk el, mely igazolja a megnövekedett állami aktivitás hatékonyságát. Magyarországon közel 840 ezer ember él olyan településen, ahol az ivóvíz arzén tartalma meghaladja az előírt határértéket.
Az ivóvíz minőségjavító program végrehajtásának becsült költsége mintegy 160 milliárd forint, amely hazai és uniós forrásokból áll rendelkezésre. Korábban az érintett önkormányzatok nem minden esetben tudták kigazdálkodni az uniós pályázathoz szükséges önerőt. A probléma megoldása érdekében a magyar állam, a magyar kormány átvállalta az önkormányzatok önrészét, és kiemelten segíti az ivóvíz minőség javítás tekintetében az önkormányzatokat a feladatok teljesítésében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tiszta víz nélkül nincs táplálék, tiszta víz nélkül nincs élet. A gyermekeink és az elkövetkező nemzedék érdekében meg kell becsülnünk, meg kell óvnunk e rendkívüli természeti kincset. Magyarország édesvíz szempontjából kiváló helyzetben van, rendkívül gazdag felszíni és felszín alatti vizekben. A klímaváltozás hatásai azonban hazánkat sem kímélik. Az egyre szélsőségesebb időjárás miatt a Kárpát-medencében néha vagy túl sok, vagy máskor túl kevés a víz. Felváltva fenyeget bennünket árvíz, belvíz, vagy éppen az aszály. Nem mindegy tehát, hogy miként növeljük a hasznosítható édesvízkészlet mennyiségünket. Magyarország kormánya mindent megtesz annak érdekében, hogy az önkormányzatok feladataikat maradéktalanul ellássák, kivívva ezzel a lakosság elismerését, megelégedettségét. Tisztelt önkormányzati vezetők, tisztában vagyunk azzal is, hogy 2013. január 1-től az átalakított önkormányzati finanszírozási rendszer nem könnyű feladat elé állította a helyi vezetőket, a helyi önkormányzatokat. De ezúton is, innen is ígérem, hogy nem hagyjuk őket magukra, és amit lehet, meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az önkormányzatoknak olyan költségvetésük legyen, amely a működés mellett a fejlesztést is biztosítja településük számára. Tisztelt önkormányzati vezetők, köszönöm önöknek a lelkiismeretes munkájukat, amit az említett projekt végrehajtása során tettek, a projektben résztvevőknek pedig lelkiismeretes és sikeres munkát kívánok. Köszönöm a figyelmet!